Sziasztok! Üdvözlünk titeket abban a sorozatunkban, ahol első pillantásra igazán meghökkentő szépségideálokat mutattunk be nektek. A csatornán készítettünk már egy hasonló videót, ennek linkjét a leírásban megtaláljátok, ajánljuk figyelmetekbe a videó után. Az egy nagyon szubjektív dolog, hogy ki mit tart szépnek, szeméről személyre változik, világszinten pedig főleg. A mai videóban 10 újabb megdöbbentő szépségideállal ismerkedhettek meg. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az első között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Kezdjük! Koponyanyújtás. Ez a szokás manapság már nem elterjedt, de Peruban és Irak egyes területein egykoron jellemző volt. Régészek olyan koponyákra bukkantak az időszámításunk előtti 7000-es évekből, melyek elnyújtottak voltak. Bizonyos szövetet vagy fából készült eszközöket használtak, amelyet a fej köré szorítottak, ezáltal biztosítva a hosszanti növekedést. Tudósok szerint a magasabb státuszúakra volt jellemző az elnyújtott fej. Sportkötések az orron. Iránban gyakori látvány, hogy a férfiak és nők sportkötéseket viselnek az orrukon. Ez annak a jele, hogy egy plasztikai műtéten vettek részt, mely gazdagságot és magas státuszt szimbolizál. Sokan úgy viselik ezeket a kötéseket, hogy nem is voltak műtéten, de így szeretnék jelezni a társadalomnak, hogy jó módban élnek és bátrak voltak a műtéthez. Tetoválások. A tetoválások manapság egyre elterjedtebbek, egyre divatosabbak, sok dolgot kifejezhetnek. A világ számos népcsoportjában a tetoválásoknak hatalmas kulturális jelentősége van. Az új-zélandi maorik évszázadok óta ékesítik testüket tetoválásokkal. Tamokó nevű mintákat használnak, fekete, illetve a sötétkék színnel. A tetoválás jellemzően az arcon, illetve az ajkakon helyezkedik el, ez adja a maori szépséget. Bőrfehérítés. A bőrfehérítés egy olyan trend, mely sok kárt okoz. Afrika, Dél-Amerika és Ázsia női a mai globális világban gyakran úgy érzik, hogy az európai nő jelenti a szépségideált. Emiatt gyakran használnak bizonyos kozmetikumokat, amelyekkel fehéríteni tudják a bőrüket. Ezen szerek gyakori használata viszont számos negatív következménnyel jár a bőr számára. Fészkinni. Kína partmenti városában, Qingdaoban találkozhatunk főként ezzel az érdekes viselettel. A helyiek úgynevezett fészkiniket viselnek, melyek védőmaszként funkcionálnak. Ezek a színes maszkok eltakarják az egész fejüket, kivéve az orrukat, szemüket és a szájukat. A fészkinit viselők igyekeznek menekülni a napsugaraktól, mert Kína bizonyos pontjain, ha valakin látszik a nap hatása, azt alsóbbrendűnek tekintik. Szemszélesítés. Dél-Koreában sokan úgy gondolják, hogy a kerekebb szemek szebbek. Ez onnan ered, hogy a nyugati világ hírességeit látva azt tekintik követendőnek, példaképnek. Ennek következtében rohamosan megnövekedett azoknak a műtéteknek a száma, melyek célja a szem formájának átalakítása. Festett test. A tetoválások, ahogy már említettük, bizonyos kultúrákban nagyon fontosak. Egyes helyeken az időszakos tetoválásoknak van nagy hagyománya és szerepe. Indiában gyakran dekorálják ki a testüket az emberek, különleges alkalmak esetén, akár egy esküvőn, vagy bármilyen vallási eseményen. Nyugaton is elterjedőben van a kultúra, sokan, akik nem szeretnének örökös tetoválást készíteni, választják ezt a megoldást. Szennyeződések ellen védő maszkok. Ez az eszköz is főként Kínából származik. A szerepük hasznos, mert megakadályozzák a káros anyagok szervezetbe való jutását oly módon, hogy eltakarják az orrunkat és a szánkat. Manapság viszont divatossá vált bizonyos térségekben, egyes híres ruhagyártók is készítenek márkás darabokat. Mexikói hosszú orrú cipők. Ez a trend nagyjából 10 éve kezdődött, amikor egy mexikói ember megalkotta ezt a lábbelit. Jellegzetességét az adja, hogy a cipő orrának hatalmas része csupán dísznek szolgál. A fiatal generáció érdekesnek találta, és manapság gyakran találkozhatunk velük különböző táncversenyeken, divatbemutatókon. Fánk a homlokon. Ez a módszer abból áll, hogy a homlokon létrehoznak egy dudort, abban pedig egy bemélyedést, ezzel mintázva egy fánkot. Ez a minta 400 g sóoldat segítségével jön létre, melyet bejuttatnak a homlokba. A hatás azonban nem túl tartós, egy nap múlva felszívódik a testben az anyag, és teljesen eltűnik.
Ezzel a lista végére értünk. Titeket melyik lepett meg a legjobban? Írjátok meg kommentben, és egy lájkkal jelezzétek, ha tetszett. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!